Elsőként tehát Oszkó Péter korábbi pénzügyminiszter a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mielőtt Magyarországról kérdezem, úgy tűnik, hogy mégis megegyeznek az amerikai politikusok az adósságplafon megemeléséről. Megúszta a világ az újabb gazdasági apokalipszist? Hát persze. Tehát ez itt egy nagy felmerült egyébként komolyan? Nem tudom, nehéz belelátni. Egyébként általában politikusok fejében nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol. De hát ez oly mértékben gyakorlatilag lavineszerű hatásokat indított volna el, hogy azért nyilván mindenki joggal bízott abba, hogy lesz végül egyesség. De azért az látszik, hogy ez a probléma újra és újra előkerül. Tehát, hogy még nem alakult ki az a gazdasági pálya, ahol a világ biztonságban érezhetné magát, beleértve az Egyesült Államokat is. Tehát nem arról van szó, hogy az Egyesült Államok megoldotta az adósság problémáját, és innentől olyan növekedést tud produkálni, hogy lényegében az adósság állománya neki is folyamatosan csökken, hanem felemelték a határt, és megengedték maguknak, hogy akkor még magasabb adósság mellett gazdálkodjanak. Hát mert ugye vannak, akik úgy látják például Paul Krugman, hogy ez az egyetlen kiút, az előre menekülés egyetlen. Igen, csak nem, ez a vita nem először merült fel az Egyesült Államokban. Tehát, hogy sokszor gondolták már azt, hogy egy picit még elég emelni, és akkor már ott van a kiút. Még mindig nem sikerült eljutni a kiúthoz. Mindenesetre mi nagyon rosszul jártunk volna, hogyha ez nem sikerült. Nagyon rosszul jártunk volna, Magyarország kellően sérülékeny ahhoz, hogy hát mondjuk úgy, hogy az első sorokban van, tehát hogy a pénzügypiacokon megint háború indul, akkor az első sor tűz Magyarországot találja el. Hát szuper lett volna, jó, hogy legalább ez most lekerült a napirendről. Hadd kérdezzem arról, amit a Haza és Haladás konferencián mondott a magyar versenyképességgel kapcsolatban. Például ön is és Bajnai Gordon is azt mondta, hogy a vállalkozókedvű törekvő polgárok segítését, érvényesülését tartják a válságból való kilábalás egyik feltételének. Azért ez egy elég általános kijelentés, hogyha ezt részletezné. Persze, hát nagyon sok részletet tudtunk akkor megbeszélni, most néhány percben nem olyan könnyű ezt összefoglalni, de kétségtelen, hogy az a fajta szabályozási környezet, az a fajta adópolitika, az a fajta kultúra, amit a kormány képvisel, az kifejezetten az önfenntartó, vállalkozó, önálló kezdeményezésekkel rendelkező típusú polgárt, típusú embert szorítja vissza, és kergeti el az országból egyébként, és csak a hierarchiát, a politikai ukázókat tisztelő, az engedelmeskedő, beosztottnak ad teret, ha vannak egyáltalán ad bár. Ahol ez működik? Hát nem ezek az országok, amik nagy gazdasági növekedést képesek produkálni, akik örenőből képesek válságból kilábalni. Magyarországnak igenis ma arra van szüksége, hogy a vállalkozókedv, a kezdeményezőkészség, a kreativitás, az innováció sokkal nagyobb teret kapjon, mint amennyi teret kap. Ez nem csak konkrét intézkedések kérdése, ez nem csak egy-egy mondjuk úgy kedvezményes kamatozású vállalkozási hitel kérdése, hanem ez egy teljes szemléletváltás a kormány részéről, egy egész más kultúrát kéne képviselni, egész más szemléletet kéne képviselni. Nem tudom, hogy a jelenlegi kormány erre a fajta szemléletváltásra az egyáltalán alkalmas. Tehát ez nem csak források kérdése, hát amelyekkel persze, de hogy ezt azt hiszem, hát eleve forrásokkal is rosszul gazdálkodott a kormány. Tehát mindent elvett, amiből a gazdaság növekedni tud, és szétosztogatta olyan helyekre, amiből nem lett olyan fogyasztás, nem lett olyan növekedés, ami segíteni a gazdaságot. Az egykulcsos adóval a nagyon jó múlvaknak adott egy csomó pénzt, akik azt nem költötték el, vagy nem Magyarországon költötték el, amennyit máshol elköltöttek, abból persze növekedtek más országok vállalkozásai. Ezt tudjuk, hogy nem Magyarországon költötték el. Ez nyilván arra vannak statisztikák, hogy mennyi pénz, mennyiség ment ki az országból, de a magyar vállalkozások anélkül, hogy megfelelő támogatást kapnának arra, hogy versenyképesek lehessenek, és egyáltalán jól tudjanak gazdálkodni, anélkül nem fogják tudni felszívni ezt az egyébként csekély fogyasztást sem. Eközben a magyar vállalkozónak drágább az áram, drágább minden rezsi, hiszen egyébként ő fizeti meg a rezsicsökkentésnek az árát, mert a vállalkozói rezsi annyival megy föl, amennyivel a lakossági rezsi lemegy. Drágább neki a telekommunikáció a különadók miatt, drágább neki egyébként általában mindenféle tőkéhez finanszírozáshoz jutni, és drágább a munkaerő, mert egyébként azok az adóváltozások, amit a kormány csinált, azok általában az átlag jövedelemnél, illetve az alatt, ahol foglalkoztatnának kis vállalkozások embereket, ott megemelte a bérköltségeket. Tehát, hogy minden sokkal rosszabb vállalkozói oldalon. Tehát még pénzforrás is, mondjuk úgy, hogy kedvezményes hitelekből most már valamennyi van, de az minden más oldalon elfogy. De ezt azt hiszem a konferencián is elmondtuk, hogy borzasztó nehéz azt mondani egy vállalkozónak ma, hogy tessék, egy kicsit kedvezőbb kamattal tudsz felvenni hitelt, kezdj el vállalkozni. Ha csak ennyi lenne egy vállalkozásnak az alapkritériuma, hogy van egy kedvezményes hitel, nagyon jó helyzetben lennénk. De ma
egy kis sarki üzletet indítani, amikor azon gondolkodik az ember, hogy melyik lesz az a következő árucikk, amit majd monopolizál a kormány, és azoknak adja oda, akik elég kopogtató cédulát gyűjtöttek, akkor nem az a kérdés, hogy hány százalékos kamaton lehet hitelt felvenni. Hát a legkedvezőbb kamaton se vesz fel hitelt az ember, ha tudja, hogy holnap után az egész üzletet elvehetik tőle, mert akkor nincs miből visszafizetni a hitelt. Tehát, hogy alapvető strukturális és kulturális problémák vannak ma Magyarországon ahhoz, vagy akadályozzák azt, hogy egyáltalán vállalkozó kedv legyen az országban, és az emberek nem a kormányra csimpaszkodva próbáljanak megélhetéshez jutni, hanem olyan értéket próbáljanak termelni, amiből egyébként az ország is növekedni tud. Itt volt az előbb Fodor Gábor, és mondott valamit, ami hasonló ahhoz, amit ön is mondott, most túlzok, és egyáltalán nem ezt mondta semmi sem Fodor Gábor, de hogy vehetnénk valami hasznát a különadóknak. A növekedési alkut kötnének önök a pénzintézetekkel és a vállalatokkal, így hitelezési és beruházási szintjük emelésének az arányában csökkentenék a rájuk. Ez így van. Hát ugye a cél az, hogy ezek a források, amiket most egyébként részben politikai osztogatásra választok magukhoz édezgetésére használ a Fidesz, azok visszatérjenek a gazdaságba, és ott munkahelyteremtésre legyen fordítva, ott beruházásra legyen fordítva, növekedésre legyen fordítva. Mert valójában az embereknek nem attól lesz jobb, hogy egyébként tönkreteszik az életszínvonalukat, és aztán egyedi alamizsnával próbálják jutkedelíteni őket. Ideig, óráig kommunikációval lehet úgy tenni, hogy ugyan neked tízszer annyiba kerül minden, de egy kis rezsicsökkentéssel hidd el, hogy jobb lett a helyzeted. Nem ettől lesz jobb az embereknek. Az embereknek attól lesz jobb, ha lesz munkalehetőségük, és annyit keresnek, hogy az bőven fedezi az egyébként normális viszonyok között normális szinten tartott rezsit, sőt, még annál sokkal többet is, és lényegében már a megélhetésüket biztosítja az a gazdasági növekedés, amit most elfolyt a kormány igazából. Fodor Gábor kicsit ostorozta a nagy ellenzéki pártokat, és baloldali populistáknak nevezte a szocialistákat és az Együtt PM szövetséget is tulajdonképpen. Amit ön biztos azonnal most cáfolni fog, de a fő kérdésem az az, hogy mekkora a távolság az ellenzéki pártok gazdasági elképzelései között ön szerint, és mennyire közelíthetőek ezek, és mi az a fő törésvonal, ami a legnagyobb problémát jelenti most az ellenzéki pártok? Én nem gondolom, hogy jelentős eltérés van gazdaságpolitikai elképzelésekben. Annyira látványosan rossz, amit a Fidesz csinál, hogy ahhoz képest egyébként könnyű megegyezni abban, hogy mennyivel jobban lehetne dolgokat csinálni. Szerintem nem ebben van eltérés, hanem abban, hogy nyilván mindenki keresi azt a kommunikációs csatornát, ahogy el lehet jutni választókhoz, és ahhoz meg lehet győzni őket arról, hogy egyébként nem jó az, amit a kormány csinál. Furcsálom, hogy Fodor Gábor egy kalap alá vett mindenkit. Én azt gondolom, hogy jelentős különbség van ezekben a kommunikációban. Az Együtt 14 mindig is feladatának tekintette, hogy nyíltan egyébként bonyolult kérdéseket felvállalva kommunikáljon, és elmagyarázza, hogy a rezsicsökkentés, ahogy most a kormány csinálja, nem jó. Másképp jó lenne? Hát ahogy az előbb elmondtam, egyébként a rezsi kérdése alapvetően megélhetési kérdés. Igen. Tehát olyan gazdaságpolitikát csinál, hogy az embereknek elfogy a jövedelme, és a költségeit ilyen mesterséges eszközökkel próbálják alacsonyan tartani, és emiatt, ahogy a rezsicsökkentést csinálják, még jobban el fog fogyni a jövedelme az embereknek, még kevesebb munkahely lesz, még kevesebb beruházás, és ráadásul, amikor lemegy az ember megvásárolni a kenyeret a Péknél, az drágább lesz, mert a Péknek viszont sokkal drágább lett emiatt a rezsi, és az beépül az árába, tehát ez egy egyszerű átverés. Igen, máshogy csinálnánk, mert átverni az embereket szerintünk nem érdemes és nem jó, és valószínűleg hosszú távon nem kifizetődő, még hogyha talán egy választásra lehet is előnyt kovácsolni belőle. Alapvetően növekedést kell csinálni, jó életszínvonalat kell csinálni, kedvező jövedelmi viszonyokat kell csinálni, és egyébként mellesleg úgy kell szabályozni a rezsit, hogy az észszerű szinten lehessen tartva, tehát nem cél a rezsi emelése, már nyilván a Fidesz majd ilyennel vádol mindenkit, aki értelmesen akar erről a kérdésről beszélni, hanem az a cél, hogy a rezsi szinten tartása mellett egyébként az egyre kevesebb részét vegye el az emberek jövedelmének. Kétségtelen, hogy az MSZP nem feltétlenül így kommunikál, ő lehet, hogy úgy látja, hogy jelenlegi társadalmi kommunikációs viszonyok között azt a kesztyűt kell felvenni a Fidesz-el, amit a Fidesz is használ, tehát hogy nem kell elmagyarázni az embereknek dolgokat, hanem el kell hitetni velük dolgokat. Én azt gondolom, hogy nem a valós gazdaságpolitikában van a különbség, hanem kommunikációs stratégiában. Most ez nem azt mondta, hogy ők nem az igazat mondják. Nem, ők azt gondolom, hogy meghirdetnek. Már amit gondolnak. Úgy értem az igazat, hogy nem azt mondják, amit gondolnak, nincs erről pillanatilag szakmai egyesség, szakmai beszélgetés, mert nyilván
nyilván mindenki megpróbálja magának kitalálni azt a stratégiát, amivel úgy gondolja, hogy a saját választóit meg tudja szólítani. Nincs erről szakmai egyeztetés, például a gazdaságpolitikáról? Gazdaságpolitikáról van, nem a rezsicsökkentés kérdéséről. A konkrét rezsicsökkentés kérdéséről nyilván el kell majd kezdeni beszélni. De most pillanatilag mindenki megpróbálja megszólítani a saját választóit, illetve én azt gondolom, én magam szakértőként azt tartom feladatnak, hogy elmondjam, hogy mi a konkrét helyzet. Mert valójában az lenne a legfontosabb, hogy az emberek ne lennének olyan könnyen átverhetők, amilyen könnyen most pillanatilag a Fidesz átveri őket. És jó, észszerű eredményű parlamenti választások akkor lesznek, amikor az emberek értik majd a saját helyzetüket, és az alapján tudnak dönteni, és nem puszta, megtévesztő politikai szlogenek alapján szeretnek egyik vagy másik pártot. Egyelőre elég sikeresen. Köszönöm szépen, hogy eljött, és mindezt elmondtam. Köszönöm a meghívást.